Példamutatás és sport is egyben, kiscsoportos edzésekkel készülnek a pogány-szentpéteri ringharcosok. A Bogdán Zoltán által vezetett klub legfőbb célja, hogy hátrányos helyzetű roma fiataloknak jó példát mutasson a sport segítségével. Az egyesületnek már több mint 20 tagja van, ők képzettségi szint alapján kialakított 4-5 fős tréningeken készülnek. A szerény körülmények között, de nagy lelkesedéssel edző fiatalok közül jelenleg 2 járnak versenyekre, de felkészítőjük szerint ez a szám hamarosan növekedhet. Próbálom őket csak foglalkozni velük. Még nem látom, hogy érettek lennének arra, hogy egy versenyen esetleg részt vegyünk. Van egyébként az amatőrökön kívül 2 profi versenyzőm. Az egyik a fiam személyében nyilvánul meg, másik srác az ő nem családtag, de teljesen mindegy. Mindkettő nagyon eredményes versenyző, nagyon odaadóak is a sport iránt is, meg mondhatom azt, hogy szótfogadó gyerekek. Vannak azért velük, mivel kamasz gyerekekről beszélünk, tehát nem kell az igazságot megenni, vannak velük probléma, de az nem rajtam csapódik le, meg próbálom úgy irányítani őket, hogy ne legyen a magánéletükben is probléma.